kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Szervusztok, kedves drága hallgatók! Velem szemben Puzsér Robi és Kovács 4 Zoltán, én pedig Horváth Oszkár vagyok itt az önkényes mérvadóban. Ha bármelyikőtök is emlékszik a 90-es évek egyik klasszik PC játékára, a Doomra, akkor rémlülhet, ugye ezt a szót sem tudjuk rendesen felszólítóban használni. Nincs ilyen alakja. Mint a csuklást, hogy ne csuklinzi. Csuklódj. Na szóval, a Doomban volt egy IDDQD nevű cheat kód. Ha ezt beírtad a billentyűzeten, onnantól kezdve falon átmenés, végtelen lövés és minden, ezt hívták úgy, hogy God mode. Végtelen lövés amúgy nem, az a DDKFL, csak azért mondom, hogy nehogy aztán jöjjenek a szakértő kommentek. Itt csak a sebzés az volt, ami 100%-on maradt az életerő folyamatosan. Na de hogy aztán miért is titáltuk ide ezt a történelmi terminuszt? Azért, mert szeretnénk azonosítani különböző társadalmi egymásnak feszülésekben és együttműködésekben a God mode szerepkört. A Zoli felvetése szerint első körben a férfinő kapcsolatban, hogy mi az a szerep, mi az a szituáció, mi az a funkció, amit ha betöltesz, akkor neked van igazad, és mindig igazad van. Mi az, amire hivatkozni lehet így az életünk során, hogy hát nekem most nem lehet nem igazam, hiszen én vagyok a pont. Segítsetek ilyeneket azonosítani, akár férfinő, akár utána szélesebben a bármilyen mindennapi helyzetben. 0630 011 0725 az SMS számunk. A God mode-nak pont az a lényege, hogy ilyet soha nem kell mondanod. Hogy az, nekem azért van igazam, mert... Tehát a God mode-nak a lényeg, hogy egyszerűen csak mondod a magadét, és igazad van. Sosem kell hivatkoznod arra, hogy én ilyen és ilyen ember vagyok, én édesanya vagyok, én nagymama vagyok, én rokkant vagyok, nekem kipakolták a méhemet ahhoz, hogy igazad legyen. Egyszerűen te ez vagy, ezt tudják rólad, hogy ez vagy, és ettől van igazad. Az a része is hozzátartozik, hogy az, hogy tudják rólad, azt is beleszámított. Tehát feltételezed, hogy tudják rólad, vagy várod, hogy tudják rólad. Uh-huh. És egyébként a férfinő kapcsolat helyett inkább a férfinő, mint férfiaknál és mind nőknél inkább így volt ez a felosztás. Tehát, hogy férfi társadalom és férfi nő társadalom. Hogy a férfiaknál milyen szerepkörökhöz sikerül ezt vagy mellé növeszteni viszonylag hamar, illetve nőknél, mert hogy nem teljesen ugyanaz, ugye már egészen más út vezethet egy-egy férfinél, mint egy-egy nőnél. Kezdjük a férfiakkal, szerintem úgy jobban jövünk ki belőle. Mindjárt. Nem jössz ki, sehogy. Ez volt a cél egyébként. Kezdjük a menedzserrel. Tehát amit hívhat, ez lehet nő is. De lehet, kezdjük. Férfias dolog ugye a vezető, na de igazából főnök minőségben is már tetszeleket abban, hogy már pedig neki igaza lesz. Ugye nem kell megnevezze, hogy ő főnök egészen addig, amíg el nem fogynak az érvek. És akkor jön az, hogy hát azért van nekem igazam, vagy azért de ezt csináld, mert én vagyok. Ez már csőd. Ez már a csőd pillanata. Amikor neked arra kell hivatkoznod, hogy te vagy a főnök, és ezért van neked igazad, akkor te már egy vitában alul maradtál. Akkor már kifogytak az érvek. Ha nem a munkahelyen lennétek, itt már ütne valaki. De ez ugyanaz, mint a fizikai erőszak. Ugye a fizikai erőszak belép, az azt jelenti, hogy valaki elvesztette egy verbális vitát, és áttereli egy olyan síkra, ahol esetleg majd megnyeri. Ezért mondom, hogy a munkahelyen elnyel egy verekedési lehetőséget azzal, hogy egy hierarchia ékelődik a verekedés és a verbális vita közé, és elnyeli azt a feszültséget. Viszont egyrészt ez hú de jó,
ez nagyon szép ez a kép. Másrészt viszont... El kéne menni dolgozni, ezt kipróbálni. Igen. Tudnám, javasol egyet, próbált két csodálatos élmény. De hogy ez ilyen képességet nem csak önmaga azért akár manager, akár milyen felső vezető vagy vezető építgeti magának, hanem azért szépen hozzájárul a kis közege. Hogyha valakinek, és akár lehet ez egy vállalkozó is, akinek folyamatosan szépen épült a karrierje meg a vállalkozása, hogyha folyamatosan bólogatnak, folyamatosan igazat adnak, akkor egy idő után el is hiszi, hogy ő tényleg mindig ő tudja a tutit, és ez egyébként deformálja a személyiségét, ez neki sem jó feltétlenül, csak nem biztos, hogy tud róla, sőt, pont ez a lényege, hogy általában nem tud róla. Másrészt meg egyszerűen ehhez idomul, és ez ilyen, szerintem oda-vissza erősíti, ehhez idomul a környezete, akik alárendeltjei, akik neki valamilyen szempontból függőségben vannak vele. Aha, és utána ezt hazahordozhatja. Tehát ugye most akkor itt kezdünk azonosítani, pedig még csak az első kis kavicson állunk a menedzseren, hogy ugye a Robi felhívta a figyelmemet rá, hogy ezt nem kell, hogy kimondjuk, vagy nem feltétlenül van, ahol a kimondottsága hozza el annak a szerepnek ezt a God mode jellegét, hogy mindig igaza van, valahol meg a ki nem mondottságával is együtt jár, és akkor itt a Zoli azonosított egy következő lépést, amit vizsgálhatunk, hogy az, hogy ebben a szerepkörben, a munkahelyén, hogy ő menedzser, és ott mindig igaza van, ez együtt jár-e azzal, hogy ő egyé válik ezzel, és annyira megszokja, hogy hazaviszi utána ezt az attitűdöt, vagy ezt a szerepet, és ott is azt gondolja, hogy igaza lesz. Most, hogy kezdett kellemesen összezolizni ezt a témát, aminek örülök egyébként, itt azért jegyezzük, hogy az is melléletíl, hogy ezek tényleg szerepek, tehát nem minden menedzser, csak látunk ilyet, ugye? Tehát, hogy nem minden mennyasszony, és a többi, de... Mert majd... Jó, én egyelőre nem érzem a kényszert, hogy itt exkluzáljam magam, de lehet, hogy... De nem, fogom, én érzem, hogy... tudod, hát én még érezhetem azért. Ha bármi kínosat találnék mondani, akkor hivatkoznék arra, amit a Zoli mondott az imént. Ez nagyon szép volt. Engem is mentsen ez ki. Férfinő relációban hogy néz ez ki? Várjál még. A menedzser? És amikor nem. Hazaviszi? Nem a menedzser. Ó, még ráérünk. Én nem tudom még elképzelni, hogy hogyan még ezt. A pasikon, és ha elérünk a nőkig, akkor érezni fogjuk, hogy melyik szerepek találkozhatnak párkapcsolaton belül. Megállíthatatlan erő, meg egy, hogy is van, egy elpusztíthatatlan tárgy találkozása. Talán érdemes ezt a vanabi alvilági mindent okosban intéző seftes attitűdöt következőnek venni. Ugye szerintem ez a mindig igaza van szereppel akkor jár együtt, amikor itt a lóverseny tippeket ad, vagy megmondja, hogy kellett volna azt a foci csapatot akkor instruálni, akkor meg lett volna az a gól vagy pont. Tudod, aki sokat, mit tudom, használt autó értékesítő nagy dumássá válik, és a szűk környezetében a kevésbé beszédeseket, akkor hát így tudja oktatni ebből a gyakorlatilag bármiben. Úgy néz ki, hogy a vállalkozó a kisemberrel beszél így. Aha. Tudod, a vállalkozó, aki megoldja okosba, aki a maga ura, aki szabad, aki korunk hőse, akinek a pénz valójában nem arra való, hogy ő azzal a pénzzel, azzal, hogy mondjam, gazdálkodjon a hónap végéig, hanem neki a pénz arra való, hogy abból magának szabadságot váltson. Uh-huh. Tudod? És ennek a szabadságnak a része az is, hogy úgy beszél mindenkivel, mint a potenciális munkavállalójával. Mint valakivel, akinek a gyerekének a szájába a falatot adja. Tehát egész konkrétan ő ruházza föl a családot, ő az ura annak a munkavállalónak. És nagyjából ez kiterjed az összes munkavállalóra az országban. Tehát ő onnantól kezdve a kisemberrel, aki hónap végéig osztja be a pénzt, úgy beszél, mint az ő munkavállalójával, mert bármikor hozhatja úgy, hogy az ő munkavállalója legyen, illetve tulajdonképpen ilyen munkavállalói vannak ezek csereszavatos figurák, tulajdonképpen ők a sakkbábok, ő pedig a sakkozó. Mondjuk, hogy parasztok, fele paraszt a sakkbábuknak. És így is gondolkodik, akkor talán sok. És ez nem feltétlenül csak ott nyilvánul meg, hanem úgy általában, amikor egy társaságban, akár ismerősök, akár kevésbé ismerősök között, tehát akár teljesen ismeretlenek között is, bármilyen téma fölmerül, szakértés azonnal megjelenik. Aha. Tehát a Titanic, hülyék voltak. Simán, meg lehetett volna úszni. És akkor jön az, meg akár baleset történt, arról is rögtön. Ja, hány hajszárító persze, volt azon a hajón, ne idegesíts már, simán elfújom. Minek ment oda? De most hogy... a seftes illegális ember és az okosba vállalkozónak talán egy ilyen
ilyen közös ismérve, hogy szeretnek hivatkozni náluk sikeresebbekre, akiket te nem ismersz, de ő igen. Tudod, a 100 leggazdagabb magyar közül sokszor megemlíti az XY-t, akire ő csak Y-nal hivatkozik, hogy Tibi, mert azért vannak már olyanban, és sőt, elvárja tőled, hogy kitalált, hogy mi az X, ha ő megmondja az Y-t. Nekem például ugye a matematika tanulmányaink szerint nem fogod tudni megmondani Y-ból az X-et, mert ez két egyenlet kellene. De ő azt mondja, hogy hát a Tibivel is meg... Milyen Tibivel? Jaj, hát a Losoncival, hát tudod, aki tegyük föl, hogy a híres ember vagy a menő ember. És ugyanez vonatkozik ugye az alvilági figurára, aki pedig ezeket a kopasz cimboráiról, akik azért ültek már, meg nagyobb dolgokba voltak benne, ő rájuk hivatkozik ilyen kis történetekkel, hogy hát azért ő ezt nem így szokta, és hát ő egy referencia. Ezek vagytok nekem ti, csak mondom. Azt írja a hallgató. Ha lettél volna katona, akkor tudnád. Na igen, a hadsereg az pont ez a hely. Az opsitos ahol... akkor itt a szerep, nem? Aki már leszerelt, megcsinálta. A hadseregben ezeket nem kell... hogy mondjam, ezek nem olyan lebegő státuszok, mint a civil életben, hanem a hadseregben erre szolgál a vállap. A vállapon ott vannak a csillagok, ott vannak a sávok, ezek a csillagok és sávok egy kódrendszert jelölnek, ami meghatározza a te kasztodat. Tehát, hogyha őrmester vagy, akkor az alezredes úrnak szalutálsz. Mert ő fölötted áll. És ez olyan egyértelmű, és itt nincs miről beszélni. És azt figyeltem meg, hogy a katonák nagyjából ugyanígy állnak a civilekhez. Mint bármilyen rangjelzés. Mint a vállalkozó a munkavállalóhoz, vagy mint bármilyen rangjelzésű katona a honvédhez. Uh-huh. Tudod, kopasz. Jó, de most mit kezdjenek azokkal a civilekkel? Na hát civilek, hát hogy valójában ők a civileket megvédik. De hogy százados vagyok egy KFT-nél, azt így beszámítják, vagy itt mit lehet? Tehát, hogy akkor van bármilyen, tehát hogy ezen belül ők egy massza, vagy lehet, hogy ezért ki magasabb? Például, hogy érted, hogy százados vagy egy KFT-nél? Hát, hogy mondjuk egy biztonsági őr cégnél, tudod, ahol szeretik ezeket a csillagokat. Nem vagy százados. Tudom, nem vagy százados, csak gondolsz. Mondani szereted magadról, meg esetleg. Tudod, mire gondolsz? Komolytalan, tudod? Még a civilek is röhögnek rajtad, nemhogy a katonák arcon fejelnek. Ez így a civilek van, meg kiröhögnek. De legalább a kis közegedben azt hiszed, hogy. Ja. Tehát igen, tulajdonképpen a sógorod lehet, hogy tisztel érte. Figyelj, lehet mondjuk színházasat játszottál, vagy én vettem fel Magnóra 6 évesen ilyen rádióműsorokat, aztán a végén itt találtam magam. Tehát, hogy aki rendőröset játszik, az is had folytassa a pénzt. Zsoldos a Call of Duty-ban, tudod? Ja, van ez, de az hogy is van? Tudod, hogy mi a foglalkozás, hogy mondja a hölgy, hogy Insta modell vagyok. Insta modell vagyok, igen. És te, én meg Zsoldos a Call of Duty-ban. Tehát, hogy igen. Ezeket szívesen magunkra húzzuk, de ez a biztonsági őröz téma csak azért hoztam fel, vagy őrzővédő, akármilyen cég, mert hogy hát, ha ők kilógnak abból a masszából, amit itt mondtál, amit egy katona esetleg a civilekre úgy tekintve lát. Tehát, hogy esetleg ők már egy kicsit, mert van fegyverviselésie, ért is jobban a fegyverekhez, mint a civil. Tehát, hogy van-e ebből kilógás, de nem muszáj ebbe az irányba elmenni. Szóval akkor most már átérünk a férfiakra, meg a nőkre? Előbb a nőkre. Tessék. Rengeteget kell várnod. De még itt van a mesterember, amit még mindig nem azonosítottunk. Imádom. Még mindig férfi oldalon, Robi. Tehát a bármilyen burkolóanyag kapható, nem kapható, mennyibe kerül? Ja, hát az az anyag. Ja, hát az az áfa. Azt miért nem tetszett számolni? Ugye, fejből kiszámolni ilyen dolgokat, hogy pont kerek legyen a vége. Meg igazából oda jön hozzád egy ilyen bármilyen szerelő, és egyszerűen lehet, hogy jó fej, lehet, hogy nem. Tök mindegy, te megpróbálsz kedves lenni. Egyszerűen olyan a szituáció. És aki pont kevésbé jó fej, hát akkor az órákra tudja tönkretenni az életedet. És amikor egy pár perc után megszól, hogy én nem szoktam politizálni, de akkor így tudod, hogy egy ilyen 40 perces monológ fog jönni, amire egy idő után be kell szálljál, mert nem fogja hagyni. És azért miért mondja? Mert hogy tökre ért hozzá, hogy kéne rendbe rakni így Európát, meg úgy általában, hát így a bolygót ebből a szempontból is. Meg egy csomó ilyesmi, nem voltak ilyen tapasztalásaitok? És akkor ott állsz, esetleg még segít, még adsz fel szerszámot is. De ez egy kényszerhelyzet, bocs, tényleg abszolút. Igaza lesz a mesterembelnek például politikai kérdésekben. Miért? Mert konfliktus
nélkül szeretnéd, hogy a burkolólap oda kerüljön a helyére precízen, pontosan. Így van. És így ne egy kellemetlen két nap legyen, amíg ti ott egy légtérben tartózkodtok. Ugye a taxiban is kellemetlen az, ha mondjuk olyan politikai fejtegetésbe kezd, ami mondjuk nem a te szád ízének való. Tényleg azzal akarod tölteni azt a 18 percet, hogy vállalod a konfliktust, vagy hát úgy megpróbálsz úgy csinálni, mint aki a telefonján kattingat. De azért hazáig könnyebb ezt elviselni, mint tényleg, hogy ott van nálad, és a lakásodban van, beengedted, eleve nem akárkit engedsz be a lakásodba, őt most muszáj volt, és úgy jön, hogy amúgy nem találkoztatok korábban, tehát felhívtál valami telefonszámot, kijön, és akkor mondom, lutri, hogy mennyire a te világod ő, vagy nem. És sokszor azért nem. Ez kemény, hogy... De a mesterembernek nincs igaza csak akkor, amikor dolgozik épp a csapon, vagy a gázon. De akkor nagyon. Vagy a vízvezetéken, tudod. Akkor persze, hogy igaza van, de tudod, ez nagyjából annyit is ér. Hát ezt ő is tudja, hogy itt valójában nem vele értesz egyet, hanem a vízvezetékeddel. Tudod, ez nem valójában, tudnia kell, és valószínűleg tudja is, és ezért a jobb ízlésű nem fogja rátukmálni a véleményét a világpolitikáról, vagy a cigányok integrációjáról, mert nagyjából tudja, hogy egyet kell értened vele, és így aztán ennek nincsen igazán tétje, ennek a konszenzusnak, ami ott kialakult köztetek. Hát én azért néha még szoktam a kazánomnak sorosozni azóta, nem olyan rég történt ilyen eset, szóval. Azért ez, hogy rátukmál, hogy a jobb ízlésű, nem tudom, hogy a jobb ízlésűek hány százalékot tesznek ki egyébként egy bármilyen csoportból. Hát szerintem nagyjából azt a 15-öt, amit mindig szoktunk meg. Igen, igen. Mindig megállapítunk. Úgyhogy a nagy részétől csak meg kell ezt hallgatnod, és akkor még nem... Ez a 85% komplementeréről van szó, ugye? Jól mondom? Igen. Azok a 85 százalék, akik... Nagyjából az a társadalmi aránya a normális és a sudribunkó között, és nagyjából minden, bármilyen merítést, tehát bárhogyan merítünk szociológiailag, mindig ezt az arányt találjuk. Rémlik egy ilyen 85% az embereknek gyökér című. Volt egyszer beszélgetni. Szörnyű, hogy egyébként a segédmunkások közül választasz, a szemüvegesek közül választasz, meg az akadémia tagjai közül választasz, és nagyjából ugyanez az arány jön ki, ez a 15-85. Úgyhogy ez szerintem elég megbízható. Nekem van segédmunkás papírom és szemüvegem is. Hát akkor nem tudjuk. Azt mégis seggfej vagy. Nem tudjuk, hogy 0,85-öt kell négyzetre emelni, vagy a 85-öt, mert ugye az egyik esetben kisebb lesz az eredmény, mint 85. Szóval jó, oké, ebben igazad van, hogy ez ilyen temporális gádmód, de hát azért a dumma se. Igen, a helyzet van gádmódban, és nem a mester. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM 87.6-on. A segítségetekkel olyan szerepköröket keresünk a társadalomban, amellyel együtt jár az, hogy annak az illetőnek akkor mindig igaza lesz. Férfiakat vizsgáltunk eddig, láttuk a volt katonákat, a menedzsereket, mesterembereket. Most nézzünk-e tipizálhatóan női szerepeket, ilyen például a menyasszony, tehát akinek az esküvője van, annak nehéz ott nemet mondani, és nehéz azt gondolni, hogy hát az nem úgy lesz. Tehát, hogyha nekem oda olyan kaviár kell, amit én vettem ki egy beluga gyomrából a puszta kezemmel, miközben száguldottam a szibériai, transzibériai expresszel, akkor el fogunk oda menni, és kivesszük a belugából azt a kaviárt, különben nem szent a frigy. Tehát akkor valami érvénytelen. Ugyanez vonatkozik. Én egyébként láttam ilyet, ahol fizikailag is megjelent a gádmód, tehát úttesten mennyasszonyi ruhába úgy átmenés, hogy mit számít a piros lámpa, sérthetetlenség. Abszolút se. De az valódi példája volt. A következő hasonló a kisgyerekes anyuka, tehát ugye, meg hát nyilván azért a várandós, tehát azért a terhes anya az gádmódban van. Az abszolútnak tűnik, és itt föl is vetődik a következő ilyen oldaldimenzió, hogy az előbb felsorolt szerepek közül mi az, ami abszolút. Tehát, hogy azt nem is az adott szituáció szüli, nem is magára mondja, nem is múlik el, és nyugodtan haza is viheti, mert az úgy fog maradni. Ez volt a férfinő reláció? Most már lépünk is nem, tovább. Nem, én azt most akkor vigyük be nyugodtan a párkapcsolatba, és akkor a párkapcsolaton belül mi az a helyzet, amikor úgy kell érezned, hogy a másiknak itt igaza kell, hogy legyen akkor is, ha nincs, és meg kell hunyászkodnod, vagy fejet kell hajtanod. Azért akkor, hogyha ő dominál téged. Tudod? Tehát, hogy minden párkapcsolatban az ölelésnek van egy tónusa. És
kettő ölelésnek az ereje az nem ugyanolyan fokú. Valakinek az ölelése mindig egy kicsit szorosabb. Akinek az ölelése egy kicsit szorosabb, ő a recesszív fél. Akinek az ölelése egy kicsit gyengébb, egy kicsit kevésbé szoros, ő a domináns fél. Aha. Neki van igaza. Mindig aki jobba, akinek az ölelése szorosabb, uh-huh. az veszti el ezeket a vitákat. A másik meg God mode-ba kerül. De Robi, azoknál, ahol nem feltétlen, értem én, hogy kell elvileg két, bármilyen ember között is van egy domináns és egy szubmisszív fél, de hogy a párkapcsolatban úgy érzed, hogy aki, ha nem olyan erőszakos emberről van szó, mint te, mondjuk, hogy vagy akaratos, vagy minden, de tudod, hogy milyen vagy, akkor is mondod, és várod, hogy igazodjanak hozzád. Ha ilyen tök átlagos emberekről van szó, akik nem annyira meggyőző hajlamúak, nem annyira kommunikatívak, sőt, konfliktus kerülők, köztük is úgy van, hogy aki jobban szereti a másikat, annak erősebb az ölelése, és annak nincs igaza? Így van, így van. Annak ott is így van. Legfeljebb, ez nem a verbális erőszak függvénye, hanem mondjuk a passzív-agresszív érdekérvényesítésnek a függvénye. Azért nagyon sokféle érdekérvényesítési stratégia van egy párkapcsolaton belül. Hát nem szükségszerűen lesz annak igaza, aki az erőszakosabb. Sőt, aki az erőszakosabb, de nem dominál, annak nem lesz igaza attól, hogy erőszakosabb. Uh-huh. És egy ponton túl már nem is lesz olyan erőszakos, mert elkezdi érzékelni azt, hogy magát veri meg ezzel. De vannak ám azért olyan kapcsolatok, és szerintem nem is kevés, ahol a maga az ölelések, ha már ezzel a képpel élünk, eleve gyengébbek, mert nem olyan a személyiség, nem olyan a karakter, hogy mélyebben megéljék a dolgokat esetleg, és ott a különbséget nem biztos, hogy ennyire lehet látni, és sőt, valószínűleg ők aztán meg végképp nem veszik észre. Ezek az ilyen kicsit ilyen valószínűleg hosszú távon tökre működő dolgok, de tudjátok, nincsenek nagy tüskék benne, eleve sem volt feltétlen az őrült nagy lángolás, vagy ha igen, akkor illetve lehet, hogy úgy tűnt, de az nem ez a klasszikus egymás marcangoló héjanász a zavaron. Szóval azért vannak ilyen párok szerintem, és ott nem tudom ezt annyira elképzelni, valószínűleg Robi, te is olyan emberek közt mozogsz, akik elég impulzívak, meg nem a otthon ülő szobanövények, de könyörgöm, akármilyen embereknek a párkapcsolatában eljön az a pont, hogy valamelyik a másikkal szakít. És akkor a másik, hogy elkerülje a megaláztatást, azt mondja, hogy már én is akartam mondani, persze, legyünk barátok, stb. És aztán bárki kérdezi, hogy kiszakított, akkor azt mondja, hogy közös megegyezés. Fél éve csuliba volt az ujjam. Csak hogy pontosan tudjuk, hogy nincs közös megegyezéssel való szakítás. Minden szakításban valaki valakivel szakít, legfeljebb. Az, aki szakít, az nagyon mértéktartó, és az, akivel szakítanak, az meg nagyon együttműködő, ezért nem körvonalazódik olyan éles kontúrokkal, hogy ki az, aki itt szakíthat és kivel, de ők pontosan tudják, legfeljebb maguk elől, meg a másik elől is szégyellik, mert ez egy nagyon érzékeny helyzet, ahol nagyon könnyű sérülni, és kifelé azt kommunikálják, hogy ez közös megegyezéssel történt. De hidd el, hogy a szakítás pillanatában teljesen egyértelműen kikristályosodik, hogy ki dominált, ki szakított kivel. Oké, ezt adom, egyértelmű. Azt el tudod-e képzelni, hogy két egy kellően erős egyéniség, és jó értelembe véve, kapcsolatában ez a dominancia pólus fordulhat. Sőt, többször is fordulhat akár. Szerintem ez megvan nevezve, és van fordulhat, ilyen. Fordulhat, de ez nagyon ritka. Tehát ez nagyon-nagyon ritka. Van olyan, tehát én tudok olyan példát, hogy valaki meg tudja fordítani a dominancia libikókát. De ez, tudod, ez már... Ezt úgy hívják, hogy mesterjátszma. Akkor úgy mondom, hogy mondjuk 100 párkapcsolatból ilyen mondjuk néhányszor, egyszer-kétszer fordul elő. Valaki meg tudja fordítani a dominancia állását. Hát van egy könyv, amit egy barátom szeretne velem nagyon régóta elolvastatni, a Tao of Badass. Nem tudom, hallottatok-e róla? Nem. Azt gondolom, abban lehetne, az lehet egy ilyen user guide ehhez a sztorihoz, de egyre kíváncsibb vagyok erre. Én azt érzem, hogy amit a Robi mondta, hogy megfordul a dominancia állása ilyen,
nagyon ritkán lehet, hogy ez többször is előfordul, viszont gyakortabb lehet, hogy ez egyszer megfordul, amikor az egyik fél hibázik vagy csal, beismeri, és onnantól kezdve ugye hirtelen megfordul az állás, és egy ilyen meghunyászkodó életet él le, és arra mindig lehet arra a hibájára hivatkozni. Igen, de tudod, a végtelenségig nem lehet valakit egyetlen egy ilyenre hivatkozva leigázni, azt gondolom. Valakinek sikerül, szerintem. Igen, de tudod, ahhoz ennek meg kell, hogy legyenek az illető személyiségében ennek a feltételei. Otthon az anyja már így kellett, hogy bánjon vele, hogy ő egy párkapcsolatban ebbe visszakerüljön. Szinte várta, igen, egy ideig, óráig tudta az erősebb felet adni, de aztán helyére esik, egy, mint ponton, egy pázol. Ponton visszacsicskult oda, ahol a szocializációjában, a gyerekkorában úgy élt. Az is érdekes. Nem örülök, hogy én lettem a téma. Ugye, de hogy jön ide? Nem az én magánéletem. Igen. Nem neked szántuk, de most már értjük, hogy rólad beszélünk. Amit az előbb mondtál, hogy ugye van egy dominánsabb fél, meg egy ilyen behódolóbb fél. Nem feltétlenül tartozik ehhez az, hogy a domináns ezt kikövetelte, ha nincs köztük akkora nagy különbség. Azt oda is lehet adni. Tehát, hogy tudod, lehet, hogy nem kikényszeríteni kellett, hanem valaki a szeretetéből adódóan így felajánlkozott erre a szerepre. De miért adod oda, miért kínálod fel a domináns szerepet a másiknak? Azért kínálod fel, mert otthon, gyerekkorodban apád így dominált, ez volt a szeretetnyelv, amit tanultál, és ebbe akarsz visszakerülni, mert ebben érzed otthonosan magad, ebben komfortos, ebbe gravitálsz vissza. Tehát én azt gondolom, hogy ez ennek mindenképpen ott kell, hogy legyen a feltétele. Tehát, hogyha te pszichésen kiváltasz egy ilyen helyzetet, akkor egy pontosan ilyen alakú űr kell, hogy legyen a te lelkedben, ami ezt kitölti. Ha ez a felállás nem úgy néz ki, hogy mit tudom én, 55% dominancia találkozik 45% behódolással, hanem 60-40-70-30, akkor az lesz, hogy a szubmisszív fél az mondja, hogy de hát a Sanyi megmondta, hát a Sanyi okos. Ugye én a Sanyihoz tartozom, a Sanyi igazsága az én igazságom. Igen, és nagyjából az van, hogy 75-25-ön túl meg már az egyik féllel jóformán bármit meg lehet csinálni. Tehát az már a büntető párkapcsolatnak. Kiegészítő, gyakorlatilag egy kicsit, mint egy igen, ruhadarab. Igen, és van, tudod, jól néz ki. Ennél fogva bármit meg lehet csinálni, és végül úgy na, lehet... Az az igazi gádmód. És végül úgy lehet eldobni, mint egy kiürült banánhéjat. Van még valami, amit mondtál, és nekem szöget ütött a fülecskémbe, ez pedig az volt, hogy a szakítás pillanatában is kiderül ki a domináns, de nem gondolom, hogy a párkapcsolatban végig a domináns lesz a szakító fél. Elképzelhető mondjuk a 75-25-nél, hogy a kis 25-ös megelégeli, összegyűlik benne, és azt mondja, hogy na most, lehet, hogy inkább csöndben elköltözik, tudod, de hogy az egyértelmű, hogy ő költözött el, tehát nem egy közös megegyezés volt, hogy most elköltözöm, hanem egy kis lisszol abból a nagyon rossz párkapcsolatból. Lehetséges, hogy ő valójában azt várta, hogy egy olyan 60-40 vagy 65-35 arányban dominálják le, mert otthon az apja is ezt csinálta, és ez neki komfortos lett volna. De aztán elszaladt a ló, és az illető ledominálta őt, tudod, 85-15 arányban, és azt mondta, hogy ez már megalázó. Itt már a személyiségemet olyan mértékben elnyomva, a lényemet olyan mértékben, a szeretetemet, az intimitásomat olyan mértékben kisemmizve érzem, hogy én ebből elmenekülök. Az a baj, hogy ugye hasonlóra adott fel hirdetést idézőjelben, ugye ha a 60-40 neki a komfortos, tehát itt ugye az apás nőkről beszélünk, míg hogyha a férfi kerül az alárendeltebb szerepbe, ő egy anyás fiú lehetett, aki ugye a szeretetet azt anyjától értette meg, nem pedig közösen mindkettőtől, továbbá, vagy akár inkább az apjától. Továbbá olyas valaki kell, hogy legyen, akit a szülő úgy dominált, hogy ő annak nem állt ellen, hanem ő abban együttműködően volt jelen. Mert hogyha úgy dominálta őt, hogy ő annak ellenállt, ellenfeszült, akkor nem ezt fogja keresni. Hát csak kellene egy olyan randi applikáció, ami ezeket is figyelembe véve dobálja össze az embereket, és egyre jobb ilyen kombinációk jönnének, és pár generáció után kisimulna ez a sztori, és egyre kisebb lenne a különbség. Lenne is ilyen applikáció,
hogyha a felek azért használnák ezeket az applikációkat, hogy párkapcsolatokat keressenek maguknak. Csak hogy alkalmi szexre használják, ahhoz meg miért is kéne, hogy mi összepasszoljunk a dominancia, meg az alárendeltség nagyon-nagyon boomer ez a gondolat. Nem boomer ez a gondolat, pontosan tudjuk, hogy persze, ha úgy alakul, meg ha annyira jó a szex, meg ha annyira jól megértjük egymást. De hát a diszkóban ugyanez volt. A 30 kedvenc slágerünk az ugyanaz, akkor akár együtt is maradhatunk, de nem ezért keressük a másikat, mert ha ezért keresnénk a másikat, akkor alig, hanem fél év, egy év után találnánk is. De amikor már fél év, egy év, másfél év, két év, már egy komplett parlamenti ciklus alatt sem találunk, én élnék a gyanúperrel, hogy esetleg nem párkapcsolatot keresünk. Én azért azt mondanám, hogy ugyanez a mentalitás élőben, tényleg a műfáz diszkóban ugyanúgy ott volt. Ugyanúgy az első este senki sem a gyűrűt akar húzni a másik ujjára, legalábbis a fiúk nem nagyon, szerintem 16 évesen sem, meg 26 évesen sem. Tehát az, hogy most a platformja oké, azt aláírom, hogy elég jó a híre ilyen szempontból ezeknek az alkalmazásoknak, talán jobb a találati arány, mint a diszkóban. De én ilyen szempontból szóval nem mondtam, hogy a szexuális forradalom óta ez nem így van. Ja, az a szexuális forradalom óta mindig is így volt. Nem volt ennyire hatékony azért. A diszkó alig, ha olyan hatékony, mint a Tinder. Ne, ez így van. Azóta ez a helyzet. Mindenkiben azért van egy olyan szándék, hogy kapcsolatra gondol ő, vagy akár önmagát is átveri ezzel, csak hát idővel kiderül, hogy a keresgélés a kapcsolat iránt, vagy az is egy elég jó időtöltésnek tűnik. Meg az a, tudod, ez a nincs vége. Kedves hallgatók, írjatok nekünk, ki van God módban, úgy társadalmilag. Ki az, akinek igaza van azért, mert ő az, aki. Minek kell lenned ahhoz, hogy igazad legyen, függetlenül attól, hogy mit mondtál? 0630 011 0725. Ez a kérdésünk. Áteveznék az egyéb kategóriára, amit nem azonosítottam feltétlenül férfi vagy nő szerepként, és tartozik hozzá egy God mode szituáció. Például ilyen a vevő, akiről már sokszor beszéltünk, és ugye létezik a nem ismer meg, én vagyok a vevő. A vevőnek mindig igaza van, amiket én nagyon tagadok, valójában tudjuk, de ezek ott lebegnek. Valójában állandóan tudjuk, hogy ez mennyit ér. Hogyha láttuk az Összeomlás című filmet, és annak az ikonikus jelenetét, ahol a hősünk bemegy a gyors étterembe, és kér egy reggelit, nem kaphat reggelit, mert nem tudom, 2 perccel elmúlt 11. Fél 11. Jelzi, hogy a vevő, én vagyok a vevő. Tudja, a vevő, akinek mindig igaza van. És mikor lesz igaza? Amikor előveszi az uzit és kirakja a pultra. Hirtelen igaza lesz a vevőnek. Tudod, addig kinek van igaz, addig mi ő? Addig ő nem a vevő, akinek mindig igaza van. Addig ő ez a nyomorult vesztes, aki kihullott az amerikai álomból. És most követelőzik. És követeli vissza. Mit is? Át is írom itt a vevőt, uzis vevőre a jegyzeteimbe. Nehogy elgépelt. Úgy viszont elég pontos. Nagyon könnyű mellé menni. Ja, nagyon, figyeltem. Igen. Aztán ilyen lehet a szülő. Ugye, ha lettél volna katona, értenéd, ilyen ha lesz gyereked, majd megérted. Tehát egyrészt bárki mással szemben a szülő erős, illetve a gyermekkel szemben a szülő erős, és elég gyakran a tanárral szemben a szülő erős. Van a tanítsa, ne nevelje. Van egy nagyon erős félreértés. Szemben a szülő erős, a szülővel szemben a tanár is erős. Tehát a szülő, igen, és a tanár, lesz. A szülő és a tanár, azt gondolom, hogy hasonló szinten vannak, ott már nem azon múlik, hogy ki dominál lekit, hogy ő a szülőségére vagy amaz a tanárságára hivatkozik. Azt hiszem, hogy az ő státuszuk hasonló. Lehet, hogy ott az igazság dönt tényleg arról, hogy kinek lesz igaza? Vagy a illető szülőnek, vagy az illető tanárnak a képessége arra, hogy domináljon egy helyzetet. De ez... Tehát, hogyha az illető szülő egy vállalkozó, aki nap mint nap akinek nap mint nap igaza van, sőt, visszaigényli az áfát abból, hogy neki igaza van, meg tehát ő neki igaza van, mert ő a vállalkozó, ő korunk hőse, az ő vállalkozására létesült ez a rendszer, nagyjából ezt a rendszert arra találták ki, hogy ő nagyon sok embert foglalkoztasson, minél többet, nagyon sok pénzt keressen, abból sokat adózzon, bepörgesse a GDP-t, ő a korunk hőse, ő neki igaza van. Az ilyen szituációban nem attól van igaza, hogy ő a szülő, hanem attól van igaza, hogy úgy tud föllépni. Ha van egy olyan tanár, aki meg az összes osztályát dominálja, és az összes helyzetet dominálja, nagy valószínűséggel a szülőket is dominálni fog. Ha csak a tanár
a tanárokat fogja dominálni, úgy értetted, nem? Nem, vagy a szülőket, a szülői értekezleten, tudod? Jaj, a szaktanári fogadóórán, hát jaj, ez egy fontos szituáció. Aha, tudod, amikor arról van szó, hogy a tanár azt mondja, hogy a gyerek lusta, nem a képességeivel van a baj, hanem a mentalitásával, erre meg a szülő, aki egyébként egy vállalkozó, azt mondja, hogy maga mire fölmondja? Az én gyerekemre. Tudod, és ő neki, tudod, ő neki folyamatosan igaza van, ultimate god módban van, aha, nem fog kiesni belőle szülői értekezlet erejéig, főleg amikor a véréről, a gyerekéről van szó. Tehát itt nem is a vállalkozását védi, amit nap mint nap, hanem a gyerekét. Ehhez a kötődése még sokkal erősebb. Hát meg ő kikaparta magának a gesztenyét, az ő gyereke, hogy lenne lusta? Hát én 10 centtel a zsebemben jöttem ebbe az országba. Persze nyilván az ilyen vállalkozó versus már másik szülő, vagy ilyen vállalkozó versus tanárnál mérlegelnünk kell a kismama uzis tanárt. Ez a kombináció már ugye legyőzheti. És akkor van egy olyan kategória, aki meg ilyen csatolmány gádmódos, tehát igazából csak rácápázik, rápiócázik a gádmódra, tehát egy ilyen embernek a csaja, felesége akár, vagy egy megfelelően vért, vagy valós elért társadalmi pozícióban lévő ember, akire figyelnek, vagy hát és neki az oldal bordája. Doktor valamilyen igen? Klára. Igen, Karen. Vagy Karen. Igen. De hogy ő, ahol már aztán, ahol ő igazából nem is kellett tennie semmit érte, hanem csatlakoznia kellett valakihez, akinek ez már megvan, ez őt összegádmódozta, vagy ott van mindig ennek a gádmódnak a holdudra, a sugarában rávetül, és ezért ilyen alanyi jogon elvárja azt, amiért a másik mondjuk legalább valamennyit küzd. Ezt valaki, nem, egyrészt van egy ilyen, hogy a férjem ügyvéd, apukám ügyvéd, anyukám ügyvéd, ugye ez egy ilyen csatolmánygád mód, illetve van az a szituáció, amikor valakit úgy hívnak főorvosasszonynak, hogy a férje főorvos, ő pedig tehát így... Doktorné? Ő nem dolgozik ott, egyáltalán, csak hogy valahogy, mivel a főorvos úrhoz tartozik, ezért ő főorvosasszony, de mi elég megtévesztő. Az Erzsébet királyni férje az Erzsébet király? Hát hasonlóan, és nem. És látod, nem. Szóval az a kérdés, hogy lenne lusta a vállalkozónak a gyereke, amikor a vállalkozó 5 centtel érkezett ebbe az országba, és megcsinálta a szerencséjét, és azóta már ő ennyire jól menő ember, ő az amerikai álom, vagy európai, vagy kelet-magyarországi álom, aki megcsinálta. Becsési. Hát éppen ezért lusta a gyerek. Hát éppen ezért nem lehet rávenni arra, hogy megírja a házi feladatát. Mert az ő apja már megcsinálta. Neki nem kell megcsinálnia. Neki nincs mit megcsinálnia. Neki összesen annyi a dolga az életében, hogy azt a pénzt, amit az apja megkeresett, azt ne tapsolja el, hanem adja tovább az apjának, az unokájának, és az apja unokája tapsolja majd el. Az apa unokája soha nem látta az apját dolgozni. Mm-hmm. Egy percet se, csak azt látta, hogy a nagyfatertől van pénz. Mm-hmm. A gyerek vigyáz arra a pénzre, biztos, hogy nem fogja eltapsolni azt a pénzt, mert végignézte, ahogyan az apja megdolgozik érte, de neki miért kéne törnie magát, macska amikor mindent megadott. De nem is biztos, a... nem biztos, hogy erről tehet. Pont ez az, amit mondasz, hogy körülte ez kialakul, akkor ez miért is egy deformáció. De meg egyébként miért kéne, hogy szorgalmas legyen? Hogy a iszonyatosan sok pénzt, amit az apja már megkeresett, azt duplázza vagy triplázza meg, soha nem fogja megérezni. Soha nem fogja megérezni az életmódján. Miért? Tehát mi motiválja arra, hogy ő szorgalmas legyen, arra, hogy ő beteljesítse amit is, amit az apja már beteljesített? Az összes pénzbe beleszületett. Neki költenie kell majd úgy, hogy jobb is, ha nem szorgalmas ebben. Neki költenie kell majd. Tehát az irány más. Neki az a feladata, hogy úgy költsön, hogy az a pénz ne fogjon el, tehát hogy tartson egy mérleg egyensúlyt, majd az unoka dolga lesz az, hogy az egész. Állandóan visszatérünk így veletek ezekhez az emberekhez, de a kisebbik Bush volt az egyik jó példa, meg a Trump is arra, hogy a családi vagyon, hogy kapott 60 millió dollárt, és 10-20 év alatt csinált belőle 40-et, tehát, vagy még talán rosszabb az arány, de hogy szorgalmasan, tehát nagyon például a kisebb Bush ugye olajfúrásba fektetett sok pénzt, csak még termálvizet se talált, nem hogy olajat, de hogy igen, tehát ez egy olyan vonal, amit el, és egyébként ő még azért vitte valamire, mert ott motoszkált benne, hogy az apja azért mit ért el, és nagyon, nagyon bizonyítani akart. De érdekes mondani, egyébként neki a régen volt a példaképe, de térjünk vissza inkább ezekhez a... Úgy tűnik, hogy kaptunk valamit, ami...
Hallgatóink néhány üzenete tátongó űr és hiányosság fölé emel hidat. Mi is mondhattuk volna? Nekünk kellett volna mondanunk. Ismertetjük a nap üzenetét. Ezt írja a hallgató, nálunk a falun mindig a kisebb végzettségűnek van igaza. Ha értelmesen mondok, megkapom, mi van? Ezt az egyetemen tanultad? Ha valamit nem tudok, mi van? Ezt az egyetemen nem tanítják? Hát a lényeg, hogy a bűnöd az egyetem. Ultimate! Az én azt hiszem, hogy ez nem csak falun van. Én azt hiszem, hogy ez a kommentmezők igazsága. Mindig a primitívebb, egyszerűbb, aljasabb... Elég lesz ennyi jelző, ki tudja, ki tartozik hozzá. Alaptalanabb, megalapozatlanabb véleménynek van igaza a kommentmezőben. És azt hiszem, hogy a Trump elnöksége ezt exportálta ki a politikába meg a közéletbe. A Trump tulajdonképpen egy kommentelő. Ezt a kommentelő mentalitást, ezt a kétségek nélküli megmondást, és ezt a hatszavas megfejtést a világ bármelyik problémájára. Igazolta, legitimálta, ezt... hogy egy elnökségig is igaz ez, úgyhogy akkor feleim tessenek. És igazából az, aki így érvel, az tényleg ebből nem lát ki, tehát ebből a hat szóból, és ez nem tudom, hogy most érdemes ezért sajnálni valakit, hogy mármint most szó szerint mondom, hogy tényleg sajnálni, mert hogy ő nem is látja azt, hogy kívülről ez hogy néz ki. Egyszerűen sose fog az megtörténni, hogy átbillen ezen az ő saját korlátai. Bármit is mondasz most közben, nekem folyamatosan olyan érzésem, hogy és vajon mi most hallgatjuk-e magunkat kívülről? Na, tehát, hogy nem igen, vagyunk-e igen. Egy ugyanilyen szituációban valaki mással nekem szemben, itt van, és éppen csőlátásúak. Fel van nekem írva, hogy a rádiós műsorvezetők. Azt írja a hallgató. Sziasztok, gyerekek! A Puzsé Robinak mindig mindenben igaza van. Ez az igazság, ezt nem kell magyarázni. Üdv, Gabi! Én egyetértek Gabival. A helyzet, főleg ez az igazság, ezt nem kell magyarázni. Tudod, mint érvelés. Valójában az érvelés hiányát egy ilyen tekintéllyel, egy ilyen sehol le nem egyeztetett, sehol, semmilyen egyezményben... Axióma. Igen, de hogy ez mitől nem kell magyarázni? Attól, hogy én most hivatkozok valamire, ami nincs leírva sehol? Ezt nem kell magyarázni. Hát ez egyértelmű, és tudod, ez bármire így rá lehet mondani. Ez kész tény. Tudja, aki ezzel vitatkozik, az meg már tényleg hülye. Hülye állat. És tulajdonképpen így voltak kezelve a Trump szavazók Amerika szerte. Ezért bujkáltak a Trump szavazók a közvéleménykutató biztosok elől. Mert nincs megengedve az, hogy te a Trumpra szavaz. Ez nem egy vélemény, nem egy megengedett vélemény. Akkor egy sudribunkó vagy. Miért? A Trump miatt. Ezt nem kell magyarázni. Érted? Ez volt az érvelés. Na de ez is egy súlyos dolog, pláne az, hogy ugye akármennyire is nagyon éles volt a 2016-os választás végeredménye, ez egy legitim elnök. Nagyon sok demokratikusan megválasztott, és neked egyébként nem szimpatikus párt vagy vezető, az emberek jelen, ha nem is többségének, olyan jelentős részének a választása, akire nem mondhatod azt, hogy ők akkor biztos mind hülyék, vagy biztos mind tanulatlanok, vagy biztos mind gonoszak. Nincs ilyen, hogy a neked nem tetsző oldalt azt hülye, gonosz, tanulatlan emberek választották meg. Akik a Trumpra szavaztak, azok nem a Trump miatt szavaztak a Trumpra, hanem az elit iránti undoruk miatt, aminek a kritikáját a Trump privilegizálta Amerikában, de ehhez kellett az elit, az az elit, amelyik elgáncsolta egymás után két előválasztáson is a Bernie Sanders-t, az az elit, amelyik nem volt hajlandó a rendszerkritikus alternatívákat elnökjelölti státuszba engedni, és ezzel ezüsttálcán kínálta fel ezt az anti-establishment relációt, ezt az anti-establishment viszonyulást Donald Trumpnak. Ne. Donald Trump megfogta és felhasználta ellenük. És akkor ezek után, amikor a elittől való undor, az Donald Trumpban ölt testet, akkor azt mondják, hogy ezek a Trumpot akarják. Nem a Trumpot akarják. Az elitet akarják leváltani, az elit nem akarja, hogy leváltsák. A Trump az egyetlen alternatíva, tehát akkor ő rá szavaz. De ez továbbra is? Tehát ez most is igaz? Mert most az, abszolút, érted, most az elit abszolút. Helyén ott van a Trump. És akkor, de nem, azért... de nem a Trumpot tekintik elitnek, hanem az amerikai tömegtájékoztatást, tömegszórakoztatást, Hollywoodot, cancel culture-t, a
a BLM-et. Ez mind az ellentétes oldalhoz tartozik, igen, a Trumphoz képest. Igen, igen, de hát mégiscsak bujkáltak, tehát azok bujkáltak, akik a Trumpra szavaztak, aki a hivatalban lévő elnök volt. Tehát volt egy kormány 4 éven keresztül Amerikában, és először előfordult az a történelemben, hogy a rejtőzködő szavazók, azok a kormányra szavaztak. Miért kell nekik rejtőzködni? Hát ők vannak éppen hatalmon. Általában ugye a szavazatára a jobb oldal büszke, és a bal oldal rejtegeti. És mintha itt is valami helycsere történt volna. Ez az önkényes mérvadó. Kórház? Ez az önkényes mérvadó. A kórház? Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Nem szolgálunk, formálunk. Szervusztok, kedves hallgatók! Újra itt vagyunk. 0630 011 0725-ös SMS számunkra kaptunk egy üzenetet. Egy nagyon veretes darab, így hangzik. Kerekes székben teljes életet élő, félig cigány, félig néger, transznemű, terhes, rákos vállalkozó vagyok. Nem eszek húst, egyedül nevelem a végtagok nélküli vakgyermekem. Sakmat. Na jó, hát igen, de tudod, addig van igazad, amíg le nem írtad azt, hogy néger. Tudod, ha igazad lenne, afrikai származású lennél, legjobb esetben, tudod. Ugye arról beszélgetünk, húst, hogy igaza van. Arról beszélgetünk itt az önkényes mérvadóban, hova tovább egy órája, hogy ki az, vagy milyen társadalmi szerep, vagy szakma, akinek aztán minden szituációban igaza van. Vagy igazat adunk neki, vagy megköveteli az igazat. És hát ennek egy elég fricskás, szélsőséges esete az az ember, aki hazudik, mert aki hazudni tud, annak nagyon sokszor igaza lesz, mert meghazudja maga körül az igazság szerepét. Inkább úgy fogalmaznék, hogy meghajlítja a valóságot olyanná, amiben neki igaza legyen, illetve ugye én azt hiszem, hogy ez úgy működik, ez a pszichopátiás hazudozás, hogy a hazugnak azért van mindig igaza, mert ő, hogy mondjam, egy olyan paklikártyával játszik, amit ő válogat össze. Nem tartja be a szabályokat, nem a szabályok szerint játszik. Ezért van mindig igaza, azért nyer, nem akkor is ő nyer, ha nem nyer. Nem előre leosztott lapokat húz és mutat fel, hanem amilyet te mutatsz, ahhoz keres egy olyat, ami üti. Igen. Mindegy, hogy az igaz, vagy igen, nem és volt azt, igaz. És azt, igen, és azt előhúzza a zakóujjából, és azzal üti a tiédet. És hogy, szóval, hogy arról van szó, hogy ő, mivel hogy nem a szabályok szerint játszik, hanem bármilyen helyi értéket fölvehet, ami azt üti, amit te mondasz, ezért a hazudozó pszichopatának minden vitában igaza lesz, mert mindenre lesz kártyája, mert mindenre lesz ütőlapja, azért... és te nem fogod tudni cáfolni azt, mert te akkor egy olyan valóságbuborékban vagy, amit ő körét fúj, amelyből nézve, az egyetlen aspektusból nézve, az a hazugság, amit ő állít eléd, az konzisztens valóságnak látszik. Nem tudod abban a helyzetben megtenni azt, hogy 45 fokkal elmozdulsz, és onnan nézed meg, ahonnan a hazugság lelepleződik, mert ott és akkor kell megvívnod vele azt a kommunikációs helyzetet, és ott és akkor abból a szögből nézve ez így áll össze. Na de ha verbálisan vesztes csata ugye fizikai erőszakba fajul, akkor milyen szerencse, hogy a pszichopata hazudik, mert hogyha ő kényszerülne fizikai erőszakra, mert minden érve elfogyott, és nem tud hazudni. Isten mentsen meg attól a fizikai lépéstől, amit a pszichopata tesz, és hiddel, nem a házastársad mondjuk, vagy egy barátod. Ott van a kés, ott van a kalapács, ott van a fegyver, ott van a gázpisztoly, tudod, mindezek, amelyek a fizikai küzdelemben feleltethetők meg a hazugságnak, tudod? Feleltethetők meg azoknak az eszközöknek, amik amúgy már nem játszanának úgy a polgári társadalomban. Hogy nagyjából a polgári társadalomnak a repedéseit keressük ebben a műsorban. Ugye a polgári társadalom az arról szólna, hogy itt mindenki egyenlő. Itt mindenkinek annak a függvényében van igaza, hogy mit mond, és nem annak a függvényében, hogy ki mondja. És hát pedig ez nincs így, hogy a polgári társadalom az igazán nem polgári társadalom, vagyis hát annak látszik, vagyis hát annak találtuk ki, de hogy itt vannak magasabb fokon álló kasztok, meg vannak alacsonyabb rendű kasztok, mint például a vállalkozó. A vállalkozó az az, akinek ezt a rendszert kitalálták, tehát a vállalkozónak ezért aztán igaza van. A rendszerbe be vannak építve mondjuk erőszakszervezetek. Az erőszakszervezeteknek kifejezetten azért van szükség, hogy abban a helyzetben, amikor
konszenzusok, vagy amikor azt mondom, hogy a normák nem működtetik a társadalmat, akkor a nyerserő működtesse, amely mögött ott áll az állam, ezzel a, ezeknek az erőszakszervezeteknek a parancsnoksága. Elvileg az a bölcsessége mögött, elvileg. Azzal az ultimate kártyával, hogy ő nekik erőszak monopóliumuk van. Ez azt jelenti, hogy a polgári társadalomban is a rendőrnek mindig igaza van, háborúban a katonának mindig igaza van. Egyébként meg így békeidőben, ha megnézed, a éppen regnáló hatalom politikusainak is mindig igaza van, vagy legalábbis megtehetik azt, hogy olyat is úgy mondanak bármikor akár kamerában, amiről egyébként mindenki tudja, hogy Sándi. Na igen, de a politikus ebben az tekintetben valóban God módban van, ugyanakkor démon módban is van. És egyszerre. Tehát a politikustól lehet, hogy rettegnek, de meg is vetik. Tehát lehet, hogy szalutálnak neki, meg lehet, hogy földig hajolnak, hogy így melyik ér többet szerinted? Elvtársam, igenis főtitkár elvtárs, igenis miniszter úr, de aztán köpnek egyet. De hogy melyik az értékesebb az adott illetőnek? Mert én azt gondolom, hogyha ez egy nagyon ellenne billenve, akkor az emberek nem egy ilyen kis százaléka sem teperne azért, hogy a feljusson oda, ahova bizonyos emberek most feljutottak. Tudod, szépen. Én azt figyeltem meg, hogy van God mód démon mód nélkül, és van démon mód God mód nélkül. Tehát például a bűnöző az démon módban van. Az csak a bűnöző szubkultúrában van God módban, az alacsonyabb rendű bűnözők szemben, de hogy az valójában nem olyan módon nincs. Az ügyvéd... Korai Gangsta Zoli lemezen esetleg. Az bűnöző, hagyjuk már. Tudod, szeretem, hogy szereted. Édesanyjával él valami panelben a angyalföldön. Akkor még, de azért... Na igen, akkor, úgy értettem. Na akkor látszott bűnözőnek, most már annyira se látszik bűnözőnek. Hát de egy cuki a Zolina, menjünk tovább. Na igen, de a bűnözőre mikor mondod azt, hogy cuki? Hát... Szóval, az ügyvéd az azért, hogy mondjam, szintén megosztja a démon és a God módok között a saját, hogy is mondjam, erőszak portfólióját. Aki tényleges God módban van, ultimate God módban, azok ugye, amint említettük, az édesanyák, akkor e fölött állnak nyilván a terhes anyák. Terhes anya az rendkívüli... De ez egy megválasztott God mód, tehát hogy azt mindenki elfogadja. De legalább lejár, tudod. Viszont. Legalább lejár, tehát nem az, hogy arra be lehet rendezkedni, hogy akkor ne, mostantól azért kezdve... Azért olyan is van. Tudod, lejár, és akkor onnantól kezdve édesanya vagy. De az édesanya maga is God módban van, tudod, amikor megfigyeltem például, hogy a body shaming, az édesanyával szemben kijátszhatatlan. Amúgy is egy gyalázatos dolog a body shaming, de tudod, férfiakkal szemben belefér. Nőkkel szemben, akik nem szültek, azt figyeltem meg, hogy belefér. Édesanyával szemben nem, tudod, édesanyák. És tudod, mert hogy ő már szült. Ő életet adott, és azt tette tönkre az alakját, tudod, és innentől kezdve az egész átmegy egy áldozati sárhozba, és nem lehet számon kérni rajta, hogy néz ki. Ha belegondolsz, akkor pont azok, akiknek esetleg még nem sikerült szülni, de nagyon szeretnének, ők vannak amúgy deficitben, ezért pontosan fordítva kellene, hogy legyen. Mert hogy aki már szült, az már sokak szerint legalábbis a legfontosabb dolgot talán megtette, amit lehet tenni itt a Földön, de mindenképpen valószínűleg úgy érzi, hogy a legnagyobb kincs az a gyereke. Viszont az a nő, aki még ez előtt áll, viszont nagyon-nagyon szeretné, ilyen szempontból mindig egy kicsit mínuszban van. Most ehhez képest még akkor ezt is ő húzza magára, hogy őt lehet csicskítani, igen. Fordítva kéne. Menjünk tovább különböző szerepekre, mert itt az egyéb kategória és zsákban még azért akadnak szép kártyák, például a házigazda, ugye, ha vendégségbe mész, és valaki megvendégel, akkor kínos olyan konfliktusba keveredni a házigazdával, hogy megbánja, hogy téged ott vendégül látod. Főleg, ha ünnepelt. Főleg, ha ünnepelt. Aznap töltötte be a 40. életévét, és a lakásában vagy. Nem nagyon kéne ezen a Trump-Biden dolgon nagyon összevitatkozni, mert esetleg az utcán találod magad. Igen. A következő ilyen a portás. Na most akkor vegyük a portást és a tanárt, vegyük egyszerre, mert azt gondolom, hogy ez az a... Mert azt gondolod, hogy egy kategória. Nem, hanem ez az a két szerep, amelynek bárki bármely pillanatban hirtelen kijelölheti magát.
ugye van olyan, amikor azt mondod, hogy ülj le egyes, meg van olyan, amikor azt mondod, hogy nem kéne ide beengedni, vagy ki kéne innen dobni. Nagyon könnyen válnak az emberek önjelölt tanárrá és portássá. Ugye nekünk még egy rádió műsorunk is kapcsolódik ahhoz, hogy mi tanároknak gondoljuk magunkat. Itt három ilyen hobbi Havas Henrikként ülünk. Tehát nem tudunk akkorát menni, de mi osztjuk az észt. Ezt így magunkhoz ragadtuk önkényesen. Mint ahogy én szeretem magam a terhes férfi madarat portásaként apostrofálni, ugye, mert hogy admin vagyok ott, tehát az az ottani portás. Hát az a digitális portás, az a, abszolút ez a, az a csoport admin, aki... Majd én megmondom, ki jön be. Nem tart feltétlenül egy konzekvens rendet abban, hogy mi az, amit már nem lépünk át egymással szemben, de ha őt sérti, akkor azért kidobja az illetőt. Igen, csak tudod, a portásnak legalább ki kell vezetnie az illetőt, és van egy aktus, ahol így ez így lejátszódik, hogy a portás azt az illetőt, aki nem tudott úgy viselkedni, hogy a portás fülkének megfelel, azt így kidobja. Csak hogy amikor te egy admin vagy, és úgy tiltasz ki valakit, itt nincs az az aktus. Egyik frissítésről a másikra az illető eltűnt. Ki lett törölve? Nincs is. Nem is volt soha. Hányat kell kidobni, hogy ugyanazt az élményt elérd, mint amikor fizikailag kivezetheted. Hát ez ég és föld. Nem éri meg. Hát ez már nem az a világa. Nem az, nem olyan. Járt a portás fülkével valamennyi megbecsülés. Tudod, hogy meg sapka. Tudod, hogy lehet megsokszorozni az egy embert, kitiltasz egy csoportból élményt, hogy igazán átéld a portás műveletet? Úgyhogy te vagy Mark Zuckerberg, és az egész oldal törlöd a francba. Az valami. Na az portás, a portások királya. A portáshoz képest a Zuckerberg tanár, ugye. Vannak aztán itt még foglalkozások úgy is, mint a buszvezető és az úszómester. Tehát ugye a BKV buszon azért az utasok biztonságára, a közlekedés biztonságára nézve, ha már mikrofont ragad a buszvezető, akkor az biztos, hogy nem jó kedvében teszi, akkor azzal illik ugye konform módon viselkedni. Az úszómester sípja az meg ugye olyan, hogyha rosszul ugrottál és megszólal, megállsz a levegőben. Hogy ott azért rendnek kell lennie, és hát amit tudunk, hogy a medencékben általában labdázni, lovacskázni és segges ugrani. Ez a három dolog, amiért te mentél a strandra, ezt nem lehet csinálni. Kizárólag a hajad és a frizurád megőrzése melletti mellúszás az tulajdonképpen, ami elfogadható. És még akkor is csak... Igen, nem, hát valójában a normát hozzáigazítottuk a nyugdíjasok élvezeti szokásaihoz. Nekik is ők mindig igazuk van. Ők így szeretnek ez a legkisebb úszkálni, úgyhogy a hajuk a daer ne rontódjon el, tudod, de közben mellben úsznak, amire adásul árt is anya kicsi golyáknak, mert ez így nem egészséges, na de ez a norma. Úgyhogy innentől kezdve mindenkinek ehhez kell tartania magát, mert így kell, ha azt akarjuk, hogy tényleg rend legyen, akkor így úszik mindenki. A Puzsér, mint reumatológus, igen, szintén olyan, akinek mindig szolgálatba helyezte magát. Mondjam, hogy gerincbeteg vagyok, ezért aztán többet tudok erről, mint amennyit szeretnék. Világos, de nem reumatológus, de értjük ezt, hogy az érintettséged révén felruházódsz bizonyos tudásokkal, amelyet örömmel továbbosztasz, és köszönöm, hogy megteszed, de itt mondja nekünk Lóránt a Facebookon, hogy aki életében valaha fogyott minimum 3 kilót, annak a családi baráti körben minden sport per egészség per dietetikai kérdésben igaza van. Természetesen az ő által alkalmazott módszer a legjobb, de az összes többiről alkotott véleménye is etalon, természetesen mikrobiológiai szintekig. Most bocsánat, nekem is van, bocsánat, de a túlsúlyosoknak szabadjon többet tudniuk erről, mint akiknek nincsen túlsúlyuk. Ugyanhonnan is tudnának erről bármit azok, akiknek nincsen túlsúlyuk, és soha nem fogytak, mint azok, akik 20 kilókat lefogynak, 25-öt visszahíznak, aztán lefogynak 40-et, aztán visszahíznak 35-öt, és van egy csomó fogyós, meg egy csomó hízós sztoriuk, meg van egy csomó fogyós, meg egy csomó hízós életszakaszuk, ha tudjanak már többet erről. Én sem vitatkozom orvosokkal a vérnyomásomról. Érdekes, hogy az érintettségünk hirtelen eljutottunk nagy nehezen oda, hogy már ránk is igaz valami. Ugye talán itt a rádiós műsorvezetőt akkor felkér, vagy hát a televíziós szereplőt, a média szereplőt. Itt írja az SMS író, hogy Szellő István és Erős Antónia. Bemondják a tévében, tehát igaz. Vagy mi itt ülünk a rádióban, és már mi is elhisszük, hogy minden igaz, amit mondunk, holott heti egyszer biztos, hogy belegyalogolunk valamibe az érthető felkészületlenségünkből adódóan, hiszen mi nem a téma szakértői, hanem a vélemény szakértői.
szakértőinek próbáljuk beállítani magunkat, hát hogy így az nem annyira jön össze. Nem a vélemény, hanem a tárgyi tudás valamiben. Nekem van egy ilyen 1 kg 70 deka, ami így mozog rajtam az évek során leföl. És emellé van saját diétám. Igen, de tudod, a pofátlanságnak a csimboraszója az, amikor te erre így hivatkozol az 1,7 kilódra. Tudod, ahelyett, hogy befognád. Tényleg kidolgoztam. Meséld el a módszeredet. 900 napos diéta, viszonylag liberális, éjfélig bármit. Éjfél után a legszükségesebbeket szabad csak fogyasztani. Ez egyéne válogatja, nálam ez a gyömbés csak marcipános desszertek meg kukoricakrémleves, tehát hogy éjfél után csak ezeket szabad. Ha nincs otthon, akkor éjfél után nem eszel, de lehet csalni néha. Az a legfontosabb, hogy az utolsó 5 napot, azt viszont meg kell, ott nincs csalás. Az utolsó 5 napban nem csalsz. Én már a 4. etapot tolom, nézzél ide. Hány napos? 900 napos. És 895 napig este 8 hát után meg éjszaka azt teszel, amit nem, éjfélig van eleve a limit, és az utolsó 5 napban viszont az éjféli limitet nagyon be kell tartani. Most azon gondolkodom, hogy kiknek lehet igazuk, amikor terhes anyákkal vitatkoznak. És azért vannak ilyen csoportok. Hát én úgy gondolom, hogy ha valaki fogyatékos, annak igaza van a terhes anyával folytatott vitában. Legyen szó bármiről. Annak, aki rákbeteg, és van ráklelete, mondjuk az elmúlt 2-3 hónapból, tehát viszonylag friss ráklelete, azt hiszem, hogy ő neki a fogyatékossal és az édesanyával folytatott vitában is igaza van. Bármiről beszélgetnek, bármiről. Olyan a kegyelem mértéke, hogy nem szembesíted a tévedésével, van elég baja, így érted. Van az a szoftver, amiben össze tudsz engedni T-Rexet Jézussal, meg Jedivel, kicsit ilyen irányba kezd elmenni, csak másik, a számegyenes másik vége, úgy érzem. Azért, mert itt az áldozati kultúra az, ami feszíti az ingát ebbe az irányba, a másik oldalon meg ugye a nyers erőszak. Tehát az áldozatiság a 21. században erősebb lapnak tűnik, mint a nyers erőszak képessége. De az biztos, hogy vannak olyan csoportok, akiket nem a helyzet hozgád módba, ahogyan a mesteremberről korábban megállapítottuk, hogy a mesterember gádmódban van, amikor éppen egy nagyon szűk körben, akinek dolgozik. Megbízást teljesít, éppen szerel valamit, amivel megbízták, egy autót szerel, vagy a vízvezetéket, vagy a gázkazánt szereli, és eközben bármilyen kérdésben igaza van, mert nem vagy abban a helyzetben, hogy vitatkozz vele. Az biztos, hogy a sportolónak a társadalmon belül van egy ilyen kiváltsága. A sportoló, az egy megbecsült ember, és én tudod, igazán nem értem, hogy miért, mert úgy csinálnak, mintha ő azt az áldozatot miértünk magyarokért hozná, hogy nekünk dicsőséget szerezzen, holott hát valójában ez egy karrier stratégia. Tehát ezt a karriert, ezt nagyon sokan választják. Azért, mert ez pénzügyileg, egzisztenciálisan, megbecsültségüket tekintve, egyszerűen megéri. Hát én ebben nem az önzetlenséget látom, az biztos, hogy ez egy 3 fokozatú megbecsültségi skála. A sportoló van a legalján. Nyilvánvalóan jár neki a megbecsülés, mert hát hajnali 5-kor föl kell, hogy leússzon 5000 méter, tudod? Ezek extrém dolgok, ezt az emberek többsége nem csinálja. A következő fokozat az olimpikon. Az olimpikonnak annak igaza van, amikor a sportolóval vitatkozik. Mert azért, tudod, a sportoló az szeretne olimpikon lenni, bizonyos esetben nem is lehet olimpikon, hogyha nem olyan sportágban indult, ami olimpiai sportág, tehát akkor lehet benne akár a legjobb a világon, sokkal jobb, mint egy másik olimpikon, akkor is az olimpikon, ami a sportolók közt egy magasabb kaszt. És de akkor azért, van a az olimpikon tényleg elhozza neked a nemzeti büszkeséget, úgy, hogy egyébként a mögöttes motiváció ezt nem százalék. Én is megadnám. Tehát azt mondom, hogy itt lehet dologatni ezt a potmétert. Igen. Valószínűleg nem, tehát én se 100-ra raknám. Én se azt mondom, hogy értem, kelt fel hajnalban. De valamennyit egy olimpikonnak még én is. Hát nem az én hálámról beszélek, hanem hogy konkrétan a világ kameráinak keresztüzében teszi a legjobbnak levését. Igen, de tudod, jobban, mint egy világbajnok, és jobban, mint egy csapat, mint egy klub. Na, de ki a harmadik?
világ kameráinak a keresztüzében, ez is már egy annyira relatív dolog. Tudod, minden ország az olimpiai közvetítések során azokat a versenyszámokat közvetíti, amelyekben az ő sportolói indulnak. Ezért minden ország minden állampolgárának az az élménye, hogy az ő sportolói a világ kameráinak a keresztüzében sportolnak. Csak a helyzet és az, hogyha az összes sportág összes versenyszámát közvetítenék egyetlen csatornán, akkor az olimpiai közvetítés 4 éven keresztül tartana. Hát 500-600 éremről beszélünk, mennyiről. Tehát extrém, hogy valójában ez a világ, a világ szeme láttára, a világ előtt szerez nekünk dicsőséget, még az olimpiai bajnokok esetében sem feltétlenül igaz, vagy én legalábbis szeretném tudni, hogy az előző olimpiáról te tudsz említeni új-zélandi bajnokot? Vagy tudsz említeni kanadai ezüstérmest? Mert ezek a világ szeme láttára zajlottak. Hát tudnunk kéne, de valahogy nem tudjuk. Tehát valahogy ez az egész egy hazugság, amit minden nemzet el akar hinni, ezért aztán egyetlen nemzet nem kezdj el vitatni, mert ebben a hazugságban van egy konszenzus. Na és akkor a legmagasabb fok az nyilvánvalóan az olimpiai bajnok. Az olimpiai bajnoknak igaza van, ő tényleg, ő vele kapcsolatban tényleg az az élménye a nemzetnek, még hogyha a saját országán kívül senki nem ismeri. Mert miért ismerni a lólengés olimpiai bajnokát bárki a világon, de az adott országban ő mégis hős. Még az országban sem biztos, hogy ismerték korábban. Így van, de onnantól, hogy olimpiai bajnok lett, onnantól legalább 5 napon keresztül beszéltek róla, és onnantól kezdve neki van egy szabad kártyája arra, hogy úgy hivatkozzon magára, vagy hogy őrá úgy hivatkozzanak, mint aki dicsőséget szerzett a nemzetének. De egy valami biztos, hogy a szupergád módban, a legmagasabb gád módban, mint társadalmi csoport, egyértelműen az orvos áll. Az orvos a legmagasabb fok. Mert azt hisszük, hogy a politikus az áll ennek a hierarchiának a csúcsán. De csak addig, ameddig nem szúr a lépe. Mert onnantól kezdve, doktor úr, egy CT vizsgálatra mikor tudunk időpontot találni? Onnantól kezdve... Már aki ilyet mondott, CT, az már eleve többet tud mondjuk, mint én. Ugyanolyan kisemberré válik. Az orvosi rendelő előtt ülve mindenki ugyanolyan kisemberré válik, és hiába jár ő a magánkórházba, hiába nem kell neki várakozni, mert azonnal bejut az orvoshoz. Ott a doktor úrral szemben, amikor az a kérdés, hogy milyen a lelet, doktor úr? Jó hírei vannak, doktor úr? Akkor hidd el, ő nem politikus, csak egy kis ember, aki remeg az életéért. Sometimes people make a war, Iniko, Melaniko, Norosza, Aj, Pappa, Veruapa, Csikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék, az önkényes mérvadó, dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. A Working Class Hero című számot fogjuk elemezni, már annak konkrétan a dalszövegét, ez egy John Lennon szám, ami elsősorban az én számomra a Bob Dylannek az elképesztő kulturális hatását példázza. Ez a szám, ahogy meg van írva, ahogy elő van adva, ez olyan, mintha egy Bob Dylan szám lenne. Így valójában a John Lennon írt és előadott egy Bob Dylan számot, a szellemét tekintve. De előre vagy utólag, mert 1970-ben, amikor ez az album már megjelent a Lennonnak a Beatles feloszlása utáni első szóló lemezén, akkor a Bob Dylan az jelenség volt, tehát a 60-as éveknek a jelensége. Bob Dylan 1962 óta, a 62-63 táján lett tényező az amerikai, hát hogy mondjam, az amerikai hippi mozgalomnak az egyik ilyen prófétájaként. Kinek érezhette magát a Beatles a kb. 62-63-tól mondjuk 67-69-ig tartó karrierje során, mint a number one, vagy maximum number two pop zenekar a világon, miközben ugye Bob Dylan megmaradt az értelmiségnek és a csetamásságnak. Igen. Hogy nyilván a Lennon már rég, sőt, még a Beatles idejében levezekelte azt a pop zene szerepet az utolsó
utolsó két albummal biztosan, de hogy minek érezhette magát a Bob Dylan árnyékában, mennyire fázhatott a John Lennon attól, hogy ő a number one boy band ember, ezzel az intellektussal és azzal a lélekkel, amit neki közben ugye kisorsolt az élet. Igen, de úgy gondolom, hogy a Beatlesnek az a 8 éve, mert ez egy összesen 8 éven keresztül. Kicsit, mint Bruce Lee, hogy 3 filmje volt, csak... 8 éven keresztül állt fenn a Beatles. Ez a 8 év, ez nagyjából olyan a popzenének, mint amilyen a francia forradalomnak az 5 éve, az 5 éves története a polgári társadalmaknak, hogy összesűrítve így a legelején lejátszódott, így lepörgött nagyon gyorsan az egész a következő 2 évszázad, és utána lassan, szépen kidolgozva megkaptuk újra nagyjából ugyanazt. Olyan, tehát, amit a Beatles 8 év alatt bejárt utat, azt a következő évtizedekben a popzene nagyjából lekövette. Olyan, mint egy ilyen nagyon sűrű, örökítő célú, akár egy, mint egy DNS, vagy akár mint egy gyümölcs, tudod, a mag a genetikai tartalommal, és a fehérje körülötte, ami az életenergia, meg a, tudod, ahhoz, hogy növekedhessen ami az információ, ami a magban volt. Na, ez a szám, ez olyan mértékben emlékeztet a Bob Dylanre, meg kvázi azt is tudom mondani, hogy a Bob Dylan hatását hordozza, és mint egy tiszteleg a Bob Dylanség, meg a Bob Dylan életmű, meg a Bob Dylan kulturális szerepe előtt, hogyha én nem tudtam volna, tehát úgy hallottam volna először ezt a számot, hogy nem tudtam volna, hogy ez a John Lennonnak a száma, én azt képzeltem volna, hogy egy Bob Dylan számot hallok. Még ahogyan énekel, ahogyan a hangokat képezi, az is olyan, mintha a Bob Dylant hallanám. Viszont, ha csak a szöveget nézed, és nem Robi vagy, hanem én, akkor meg azt mondod, hogy milyen jó kis punk szám ez, sőt, dupla punk, mert nem csak, hogy itt szól a prolikról, aki ő is, hanem a végén még azért odaszúrja, hogy amúgy ti prolik vagytok, én meg nem. Tehát, hogy ha csak a szöveget nézed, és nem vagy annyira feltétlenül, hogy is mondjam, finom lelkű, mint te, tehát például olyan, mint én, akkor azt mondom, hogy ez nagyon jó, mert hallom alá azt a nagyon egyszerű punk ütemeket. Nézzük már meg, miről szól ez. Tehát a working class hero, ez a munkásosztály hőse gyakorlatilag. Ez is timmel. Ugye azt latolgatja itt, persze angol nyelven teszi, és... Hát ezt ne róljuk föl neki. Ne róljuk fel, igen, a Lennon János úrnak. Azt mondja, hogy ahogy megszületsz már kisemberként vagy nyilvántartva, és ezt éreztetik is veled, azzal, hogy az időd már előre el van költve ahelyett, hogy mindent megkapnál, amit ugye az élet bőkezően adhatna. És mi egészen addig, amíg ennek a fájdalma olyan nagyjá nem nő benned, hogy végül is nem érzel semmit, és akkor a visszatérő verze, a visszatérő refrénszerű két sor az azt mondja, hogy hát a working class hero is something to be, ami nem tudom, hogy fordítsam én le, vagy ti hogy értelmezitek, hogy ugye munkásosztálynak lenni is valami. Nem, munkásosztály hősének, vagy munkásosztály hősének lenni, na az a valami. Na az valami. Na az a valami. Na ugye itt, és nem azon is jutottuk még azt, hogy ő a munkásosztály, de ki a hőse? Tehát ez itt még kifejtésre vár a dal további részében, hogy ki lesz a hőse a munkásosztálynak. Mert most vagy mindenki, vagy pedig valamilyen minőséget kell, hogy itt azonosítson később. Vagy lehet, hogy arról van szó, hogy kell valaki, aki kiemelkedik a munkásosztályból, és az élére áll. Mint John Lennon. Én egyébként azt látom benne, és lehet, hogy ezzel is jó mellé vagyok menve, mint a ilyen szerelmes lágerekben, hogy ez az aktuálisan önmagát szerelmesnek érzőnek szól, ez pedig az aktuálisan az éppen ezt a zenét hallgató munkásosztálybeli hát dolgozónak, a melósnak szól. És nem feltétlenül, mert hogy ő maga azáltal már hős, hogy a tagja ennek a kasznak, ha használtok már ilyen szót. Nehéz ezt mondani, és Robira nézek, hogy vajon behergelem ezzel, de hogy azért ez egy jó kis ilyen kádárpopulista álláspont, hogy a munkásosztályhoz éneklünk egy együttérzést. Hogy a nyilvánvalóan Lennon, én úgy érzem, hogy ezt együttérzésből tette, nem pedig populista indokból, pláne, hogy éppen a világ legnépszerűbb zenésze volt, és teljesen világos, hogy a politikai vonal neki már nem hozzáad, hanem elvenni meg fog. Azért ők látták ott Liverpoolban, nem, hogy ott...
igen, és szerintem meg ez egy nagyon baloldali szám, tehát ez arról szól, hogy alulról jön egy erő, és ennek az erőnek, ennek medret kell válni. És akkor én fogom az ásót, és kijárom a medret, kijárom az utat ennek. Mert hogy ez a munkásosztály, ez öntudatlan. Tehát az öntudatának kell lennem. Én kell, hogy legyek, én kell, hogy öntudatot adjak a munkásosztálynak, és érvényt az erejének. És hát ugye nem úgy, ahogyan az a keleti blokkban zajlott. Tehát nem a munkásosztály erejével visszaélve, arra hivatkozva megteremteni egy államkapitalizmust, ami ugyanúgy a kizsákmányoláson alapul, hanem valóban felemelni a munkásosztályt egy alulról jövő hősképében, aki nem politikussá válik, hanem népvezérré. Ugye a kiemelkedésre a munkásosztályból vannak lehetőségeid, ilyen például szakszervezeti vezetőnek lenni, és a korrupcióra fejet hajtani, és abból gazdagodni, vagy beállni a pártba, és szintén ugye a magám, hogy mondjam, lefölözni az ott szállingózó készpénzes dobozoknak a tetejét, és hát lehet sportolóként, lehet művészként, és lehet ártalmas, de legfőképpen lehet ártalmasan, és lehet valahogy tanítva, vagy valami új minőséget elhozva. És a Lennonról, hát azért, hogy mondjam, leginkább azt gondoljuk, hogy ő egy pozitív minőséget hozott. Persze nyilván az ő életüknek is része volt egyfajta veretés. Tudod, az is veretés, hiába szent dolog mondjuk. Sajtótájékoztató az ágyban. Hogy a balanszban maradjon az univerzum, szerzett egy okolót. Meg jogit fogadni, meg így azért így a pszichedelikumok világában elmerülni, ami egyébként így tudod, óriási önfejlesztésnek is lehet látni, nem csak, hogy természetesen, arrogáns veretésnek. Megnyit azért előtted egy kaput, amelyen keresztül találkozol egy olyan világgal, ahonnan mindannyian jöttünk, de kívülről nézve ez egy drogozás. Ez egy veretés, ez egy drága mulatozás, aminek nem csak készpénz az ára, hanem az a nap, amikor nem dolgozni. Amúgy valószínűleg igen, úgy is indult. Igen, amúgy. Igen, de tudod, azért az LSD-t nehéz összetéveszteni az amfetaminnal, meg a kokainnal. Tehát azért az egyik az élvezetről szól, meg az egóról szól, meg úgy a veretésről szól, és úgy gondolom, hogy az LSD az meg sokkal inkább, hogy mondjam, az LSD az olyan, hogy ott be kell fizetned az árát annak az élménynek, amihez jutsz, és ahhoz az élmény ehhez érvény is tehát tartozik, amihez jutsz, és nem a másnaposságot képében fizeted be az árát, ahogyan mondjuk, hogyha piálsz vagy kokainozol, hanem ebben az esetben... A tudatos drogosról beszélsz? Nem, a pszichedelikus drogosról beszélek. Arról beszélek, aki a személyiségével fizet azért az élményért, aki abban az élményben megváltozik, és készen áll arra, hogy megváltozzon, hogy egy más ember jöjjön ki abból a tripből, mint aki belement. Tudod, ez azért különbség. A kokainozás, meg az amfetaminozás, meg a metamfetaminozás, az egy olyan dolog, nagyon jól jósolható módon ugyanaz fog kijönni abból az élményből, mint aki belement. Azért a pszichedelikus drogok azért ettől különböznek. Tehát a John Lennonnak a szerepe az valami egészen más. Ő készen állt arra, hogy a személyiségét fedezetként befizesse egy-egy ilyen élmény mögé, és hogy aztán ebben ő fejlődjön, és a művészete is fejlődjön ebben. Azért el tudom képzelni, hogy ez is egy út, ami egyszer csak megjelentek a pszichedelikus drogok. Nem tudom, hogy a Beatles korai korszakában mit fogyaszthattak, de hogyha kellően intelligens vagy, és lehetőséged van, hozzáférsz különböző szerekhez, akkor eljuthatsz egy idő után. Igen, mire, igen, de a She Loves You, abból azért nem nagyon jön át, hogy bármit is fogyasztottak volna, ami bármilyen hatással lett volna a művészetükre. Most lehet, hogy rájuk volt valamiféle hatással, igen, de hogy ennek hatásából hát, mi a közönség, semmit nem kaptunk, azt tuti. Menjünk tovább, azt mondja, hogy otthon is bántalmaznak, és az iskola is traumákkal van számodra teli, és akkor is utálnak, ha okos vagy, de undorodnak a bolondtól, tehát az ostobától is. Egészen addig tart ez, amíg annyira bele nem őrülsz, hogy már nem tudod a szabályaikat követni. Tehát azt állítja, hogy ez a minden téren, családban, szeretetben, iskolában, munkahelyen történő elnyomás, ez egy lázadáshoz vezet. Egy devianciához, amelyben, ha nem követed ugye a szabályait, akkor bele fogsz kerülni az Apple reklámba, tudod, a különleges, a Gandik és a Lennonok közé. Igen, de ezzel kecsegtet. Tudod, nem arról van szó, hogy öntudatra ébredsz, és nem követed a törvényeiket. Arról van szó, hogy olyan
úgy megőrülsz, úgy megzakkansz, hogy már nem tudsz követni semmilyen szabályt. Tudod, hogy már hogy valójában eldeformálnak belőle. Mutálódsz. És akár akaratod ellenére hozol létre valamit, ami viszont lehet, hogy hőssé tesz, vagy ami egy novum, tudod, ami egy új intézményt hoz. Fel fogsz találni valamit. Annyit nyomorgattak, hogy feltalálsz valamit, ami addig nem létezett. Megkérdezték Chopint, hogy mitől ilyen átütő, mitől ilyen elragadó, mitől képes a zenéje ilyen módon a lélek legbelső tárnáihoz szólni. Hogyan képes elragadni az emberi pszichét ilyen mértékben a zenéjével? És azt válaszolta, egy lengyel kifejezéssel válaszolt, aminek nem egyszerűen egy szóban lefordítható magyarra, de valami olyasmit jelent, hogy sértett önérzet. Méltatlan megaláztatás. Tehát ő a szenvedéséből szűrte ezeket a keringőket. Chopin esetében nem a keringők, az a Strauss. Nem, de a Chopin esetében, tehát azok rettenetesen szomorú, nem tánczene, de keringőnek minősülő háromnegyedes. Nyilván vannak egyéb ballada jellegű ilyen kis szomorkás dolgai, de hogy rengeteg olyan zenéje, ami igazán így a szív hangján szól, az is keringő, csak nem a bécsi veretéshez tartozó keringő, hanem az ilyen, nem tudom, ilyen búskomor álomba ringató, meg a sírásodhoz való tánczene. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy ennek hogy a művészetnek a legtöbb esetben a motorja, az üzemanyaga, az ez a szenvedés, ez a méltatlan megaláztatás, és nem is feltétlenül a fizikai nyomorgás, hanem sokkal inkább lelki, pszichés, mentális, a személyiséget pusztító megszégyenülés. Igen, és ez egy nagyon erős belső kényszer nyilván, hogyha vagy azért, mert valaki régen csinált vele olyat, ami miatt meg akar felelni neki, akár az apja ilyesmi irányba, vagy pedig egyszerűen csak a környezetének, de hogy ennél erősebb, mint ilyen belső késztetés, ennél erősebbet nem is tudsz, tehát akármit csinálsz, nem lesz erősebb bennél. Én itt nagy vonalon összehúznék két verszaknyi mondani valót. Azt mondja, hogy ha már eleget kínoztak, és elég félsz került beléd 20 akárhány év alatt, akkor kell neked épp karriert választani. Tehát a minden lelkesedésedet letörték, és akkor megkérdezik, hogy na és mivel szeretnél foglalkozni életed hátralévő részében. Pont olyankor, amikor gyakorlatilag a félelemtől már más funkcionálsz. Ki se látsz a fejedből. És ez érdekes rész, azt mondja, hogy gyakorlatilag benyugtatózva, bedrogozva tartanak a vallás, a szex és a tévé útján. Hogy ez milyen érdekes, hogy ezt a hármat összemossa. Tehát, hogy furcsa a Lennontól az, hogy a szexet azt ugyanúgy egy ilyen bénító médiumnak éli meg, mint a bizonyos vallásokat. És igen, nem ő a vallásokat, ő vallás ellenes volt. Szerintem azért a... Ő az első volt ezek közül, a militáns ateisták közül, akik úgy gondolták, hogy a világ bajaiért, igen, a szex, a vallás és a tévé felelősek. De most érdekes, hogy a szexet, valóban érdekes, hogy a szexet ezek között. Aztán ágyból adunk interjút, meg mindenkit szeretünk. De úgy, tehát lehet úgy érteni, nyilván nem fogom tudni biztosan, hogy ő úgy értette, hogy a szex, mint eszközt, amit fel tud használni éppen a munkásosztály elnyomni próbáló hatalom, akár azáltal, hogy egyébként a tévén és egyéb csatornákon keresztül bizonyos tartalmak úgy fognak hozzád eljutni, hogy... Mi van, ha mondjad? Csak annyi, hogy a szex az egyik eszköze, a közvetítő eszköze, a vizuálisan. Mi van, ha ez nem szex, hanem gender? Tehát, hogy azt mondja, hogy fogva tart téged, amit a tévéből kapsz, fogva tart, amit a vallástól tanultál, és fogva tart az a tény, hogy férfinak vagy nőnek születtél. Neveltek. Oké. Okay. Igen. De mi van akkor, hogyha arról van szó, hogy a szexus az nem pusztán a lényednek a része, és valahol a szükséglet és a vágy között tanyázik félúton a lényedben, hanem arról van szó, hogy ezt módszeresen kívülről szabályozzák, korbácsolják, különböző termékeket adnak el neked a szexel, már olyan termékeket, amiknek semmi közük nincs a szexhez, hogy a szex az valójában egy drog lett, amivel folyamatosan butítják a társadalmat, mert a szexnek nincsen intellektuális kiterjedése, az egy ösztön, az állatvilágba hajt, és hogy a tudatiparnak van egy ilyen szándéka, hogy az embert erre az állati szintre rugdossa le, a klippek,
a különböző kulturális termékek, popszongok, romkomok, mindenféle sorozatok, általában filmek. Általában is a divat, hogy nem a párodnak akarsz tetszeni, hanem mindenki kívánjon meg. Egyszerűen a jövőbeni szex reményét, vagy reményéért képes vagy dolgokra, képes vagy elfogadni vagy üzeneteket, meg követni dolgokat. Egyébként nagyon szépen összefoglaltad azt, amit én nem bírtam kigyugni, de nagyjából erre gondoltam. Mi van, ha itt már a Tinderről is kicsit szó van? Persze nyilván nem olyan módon, de látnok ilyen, vagy akár a jelenségnek a magvait érzékelve, hogy itt valójában az emberiség belett hajtva egy húspiacra, és hogy ezen a húspiacon úgy fogyasztja el egymást szexuálisan, mint a szupermarketnek a polcairól levett konzerveket, amiket így kizabál, és utána eldob. De ez nem egy felülről jövő kezdeményezés, tehát hogyha 68-azunk állandóan, akkor éljük már bele magunkat abba, hogy Lennon meg mondjuk 69-ben írja meg ezt a számot, ami 70-ben megjelenik, hogy ezt a hippiktől kapja ezt a szexuális felszabadultságot, igen, és oda van, kritizál? Igen, de mi van, ha ő már azt is érzékeli, hogy ezt a szellemet, ami ebből a palackból kiszabadult. Ezt a multik, a tudatipar, a marketingesek milyen módon fogják fölhasználni az ember ellen? Már rég megtették az ilyen pin-up görlök formájában, tudod, ez a szakadt ingben, ami meg van kötve mellnél, és akkor reklámoz egy csirkehúst, vagy egy ütvefúrót, vagy valami. Vagy egy benzinkutat, tehát már rég ott vagyunk, ahol ezek az autószerelő műhely fali naptárak tartanak a mai napig, azt a kánont már az 50-es évek elején megénekelték a propagandának, vagy a reklámgrafikának az ilyetén világában. Azt is mondja, és itt nem, úgy látom, nem a népszerűségre törekszik, hogy azt hiszitek, és itt ugye a munkásosztály van megszólítva, hogy elég okosak vagytok már, és szabadok lettetek az osztályotoktól, de igazából de szerintem csak nyomor... Szerintem egyes szám első személyben, egyes szám második érzed, személyben úgy érzed, igen. Úgy érzed, hogy megszabadultál az osztályodtól, és elég okos vagy, de csak egy nyomorult paraszt vagy, amennyire én látom. És osztályon kívüli. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy, ez az, amit de, mondtam, hogyha panként nézett, hogy ő még rá pankoskodik erre is, hogy ő miközben elmondja, hogy egy vagyok a munkásosztályban, de amúgy nem. De mi van akkor, hogyha ő már 68-nak az árnyékát is látja, nem csak a fényét? Mi van akkor, hogyha ő már látja a 68 fényében sütkérező nemzedékeknek az árnyékát, ami a következő évtizedekre vetül? Uh-huh. Így valójában tudod, te azt hiszed, hogy 68 felszabadított téged, pedig ezek egy új zsarnokságnak a börtönrácsai. Azt is megénekli, és én itt meg az MLM-nek az előszelét érzem, hogy hát azt mondják neked, hogy van még hely a topon, van még hely a csúcson, még mindig vannak szabad helyek a burzsóáziában, egyetlen dolgot kell csinálnod, mosolyogva öld meg azokat, akiket mi kijelölünk, és akkor, ha szeretnél fönnállni a srácokkal a dombtetőn, akkor így majd tárt karokkal fogadnak. Tud, ez amikor, amerikai álom. És ugye ez, amikor minden munkásosztályúhoz szólsz, akkor ez nem működhet, nem emelkedhet ki mindenki, úgy, ahogy egyébként a Lennon a szám végén csak annyit mond, hogy ahhoz, hogy hős legyél, csak engem kell követned. Na de ez sem igaz, mert mindenki nem lábalhat ki az osztályából. Mert akkor mindenki benne marad. De az osztály lerombolásával mindenki kilábalhat az osztályából. Ez az egyetlen útja annak, hogy mindenki kilábaljon. Ne osztályt akar lépni, hanem az osztálytársadalmat akard eltörölni. Hát, ja... Én a John Lennonnak... Ez szélsőbalos azért, nem? Én a költői... Abszolút. Én a költői szándékáról beszélek, de nem az a szélsőbalos, aki kommunista pártot alapít. De az összes... Hanem az a szélsőbalos, aki a lelkek síkján, a pszichék síkján, aki igazán lenyúl a kis emberért, meg a munkásért. Nem azért nyúl le a munkásért, hogy a politikai erőműveit meghajtsa vele, és önmagának karriert építsen, hanem azért nyúl le érte, hogy a munkás osztálynak a keretrendszerét verje szét, és ezáltal az egész osztály tulajdonképpen létrehozza az osztály nélküli társadalmat, de nem felülről, hanem alulról. Nem olyan módon, ahogyan azt a tanácsrendszerek hozták létre, hanem olyan módon, ahogyan az 68-69-ben, amikor ez a dal született, ez még egy hiteles eszménynek tűnt az Amerikai Egyesült Államokban. De a kicsit azért naívnak érezném a Lennont, hogyha így gondolja, mert már akkoriban azért lehetett látni, hogy azok a társadalmak, amelyek megpróbálták ezeket az elválasztó
falakat kiszedni, és mindenki egyenlő, még mielőtt összefolyt volna egy masszával mindenki, azonnal máshol lecsapták az elnézést, azokat a falakat, vagy másfajta falakat, és ugyanúgy kialakultak másfajta kasztok. Igen, igen. Az biztos, hogy a John Lennon az rettentően naív. Tudja ő de magáról. De neki ez a naivitás a szexepéje. Nagyon jól tudja. Azt mondja, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Tehát, hogy ő is tisztában van vele, hogy erről ő álmodozik, de kéri a jogot, hogy hadd álmodjak már erről, hát ha egy része teljesül. Aki egy ágyból nyilatkozhat, az már megkaphatja ezt a jogot. A helyzet az, hogy ez egy profétikus erejű szózat. És ilyen értelemben, tudod, a prófétának akkor is igaza van, hogyha az, amit mond, nem válik be, mert a próféta igazsága az nem a jóslat eredményességéből fakad, hanem a próféta szerepének a hiteléből. És ilyen tekintetben ez a Bob Dylan-i attitűd, ez a John Lennonnak a naivitásával és ábrándosságával és lánglelkűségével így összeszervülve, én úgy érzem, hogy egy nagyon erős és egy egész nemzedéknek szóló szózat. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt az Önkényes Mérvadó. Mára holnap újra itt leszünk. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az Önkényes Mérvadó műsorsávjában.